A harmadik teszt a halott szövegértésével foglalkozott. Mint az előzőkben már említettem, nem igazán életszerű, hogy az ember fél órán keresztül koncentrál megadott szövegrészekre, és ezzel kapcsolatban írásbeli feladatokat old meg. Ha már hallásértés, én igazából a szóbeli kompetenciához kapcsolnám, és interaktívvá tenném. Illetve nem mindig voltak szerencsések a témák sem. Az első feladatban a kutyus neve nem volt egy szerencsés névválasztás. Aki írta a feladatot, azt tudni fogja, miről beszélek. Egy kis nevetéssel kezdődött ez a hallásértési feladat. Nem volt igazán könnyű középszinten. Maga a feladat, hogy először ki kellett húzni a nem megfelelő szót, illetve utána gondolkodni, hogy mit lenne helyes beírni helyette. De úgy gondolom, hogy azért a diákok vették az akadályt. A második feladat úgy gondoljuk, hogy tagolt volt, szép brit akcentussal, nem volt igazán karakteres brit akcentusa se az első, se a második feladatnak. A pontvesztés talán ott következhetett be néhány diáknál, hogy megint nem csak A és B lehetséges megoldások voltak, hanem néha A, B-t is be lehetett karikázni. Na most, amikor javítjuk, a kulcs nem engedi meg, hogy pontot adjunk azokra a megoldásokra, ahol mondjuk a diák csak az A-t, vagy a B-t karikázta be, és mind a kettőt kellett volna. Ilyenkor hiába találta el a megoldás egyik felét, nulla pontot kell adnunk. Előfordult már olyan, akár középszinten, akár emelt szinten is, hogy a diákok végig eltalálták a feladat egyik oldalát, a másik oldal hiányos volt, és nem adhattunk 50%-ot, csak nullát. A harmadik és egyben utolsó feladat a hallásértésnél inkább talán amerikai akcentussal szól, de nem volt karakteres. Abszolút érthető, emészthető szöveg volt a történet is, és követhető. A betűt kellett írni a megfelelő helyre, hogyha az állítás igaz volt, B betűt, ha az állítás hamis volt, illetve C, ha nem volt elegendő információ ennek megítéléséhez. A diákokkal egyetértésben, kollégáimmal együtt úgy gondoljuk, hogy a hallásértés témái nem voltak igazán szerencsések, nem álltak közel a diákokhoz. Ezek nem azok a témák, amikkel nap mint nap találkozni fognak az életben. Értjük, hogy a sok pici zenei betét és a vidám, humoros történetek feszültségoldásra szolgáltak, de néhány esetben túlmentek egy ponton, már zavarták a diákokat a koncentrálásban, és a tőlük távoli téma nem tudta őket megfogni. Az utolsó feladatlap az íráskészséget méri. Idéntől változott a követelményrendszer. Eddig az első kicsi levél, komment, üzenet 50 szót kíván, ezt most megemelték 50-80 szóra. Túl sok vagy túl kevés szószám pont levonással jár. A második levél 100-120 szót kívánt, ez egy picivel hosszabb, mint az első. Ígérték, hogy más lesz a pontrendszer. Úgy gondolták, hogy 16, illetve 17 pontban állapítják meg a két levél vagy üzenet maximális pontszámát. Két héttel ezelőtt jött a tájékoztatás, hogy marad az eredeti pontozás, tehát 11, illetve 22 pont jár a két feladatért. Ez egy picit zavaró volt, a kollégák másképp készítették a diákokat, többet vártunk tőlük azért a 16 pontért az első feladathoz, és most vissza kell térnünk az eredeti pontozáshoz. Már a diákokat nem tudtuk erről érdemben tájékoztatni. Az első feladat életszerű volt, önkéntes munkára lehetett jelentkezni egy kutyamenhelyre. Úgy gondoljuk, hogy a diákok ezt gyorsan megírták, ügyesen, közel állt hozzájuk a téma, olyan szófordulatokat szoktunk velük gyakorolni, hogy ez nem gondolom, hogy nehézséget okozott számukra. A szótárt lehetett használni ehhez a feladathoz, és csak is ehhez a feladathoz. Ilyenkor már azt szoktuk nekik mondani, hogy csak spellcheckre
helyes írás ellenőrzésre, használják a szótárt, nem szerencsés már új szavakat keresgélni, új kifejezéseket. Második feladat, nem minden diáknak volt egyértelmű, kicsit távol állt tőlük, mi is meghökkentünk a feladatválasztáson. Tanácsokat kellett volna adni egy kedves ismerősnek vagy rokonnak, hogy hogyan kezelje azt a barátját, aki nem megfelelően viselkedik nyilvános helyen. Nem könnyű még magyarul sem tanácsot adni ilyen ügyben, főleg ezt angolul megfogalmazni B1-es szinten, 100-120 szóban. Ez a feladat egyértelműen háttértudást kívánt, empátiát és mindenképpen egyfajta intelligens gondolkodást a diákok részéről. Még mindig nagy álmunk, hogy előbb-utóbb online bejelentkezéssel írhatják a diákok, és megszűnnek ezek a kicsi bukletek, kicsi füzetecskék, és egy egyéni azonosítóval, miután megnyomták a szent gombot, azonnal visszajelzéssel, kijavított érettségével rendelkezhetnének.